Az Alfavet egy imáram 30 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás, amely az utóbbi 30 évben megtartotta magyar mi voltját. Az Alfa Plant ezen belül 2008-ban kezdte meg a működését, ekkor vásároltunk Balatonfűszfőn egy gyártóegységet, azóta is itt folyik a termékfejlesztés. Kollégáink mindannyian szakképzett agrármérnök emberek, akik egy országos szaktanácsadói hálózatnak a részesei. Általában egy technológiát, azt több anyagból rakunk össze, fenológiának megfelelően. Példának okáért a figula pincészetnél is úgy raktuk össze a technológiánkat, hogy a permetezés minden részében legyen kondicionálószer, huminsavas, aminosavas, éppen amire a növénynek az adott fenológiai fázisban szüksége van. Növénykondicionálóink közül a biopajzsot és a humikvatrót alkalmaztuk az itteni technológiába, ezt egészítettük ki az organit réz és organit réz plusz kén készítménnyel, függően attól, hogy milyen gombás nyomás mutatkozott a szőlőben. Misi, akkor arra kérlek szépen, hogy egy pár szót mondja nézőknek arról, hogy melyek voltak azok az előnyök, amik az Alfa Plant technológiában neked pozitivitást jelentettek, amikor mondjuk egy szőlőművelési technológiát kidolgoztatok, kitaláltatok? Ugye most már negyedik éve dolgozunk együtt, és keressük azokat a megoldásokat, hogy hogy tudjuk úgy végezni a növénykondicionálást, hogy ezekben a nehéz időkben, ami az időjárás szempontjából komoly kihívásokat jelent, úgy tudjuk kondicionálni ezeket a növényeket, hogy ezekre a szélsőségekre jól reagáljanak. Ugye ez volt a legfontosabb kihívás, ezen túl nyilván az ember szeretne minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni maga után, ebbe tudunk szerintem rendkívül sikeresen együttműködni a jövőt tekintve is. Így van, azt hiszem, hogy ebbe egyetértünk, illetve én fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy a folyamatos növényvédőszer kivonások ugye titeket is arra sarkalnak, hogy valamilyen alternatív növényvédelmi technológiákat keressetek. Igen, így van, és én egyáltalán nem bánom, hogy kivonnak olyan szereket egyébként, ami sok problémát okozhat hosszú távon, hiszen mi Európa a legnagyobb édesvízi tava mellett élünk, és hát a talajvízzel minden pillanatok alatt eljut a Balatonig. Úgyhogy én ezzel maximálisan egyetértek. Nyilván ez sokkal-sokkal több munkát jelent, leginkább kézi munkát, hiszen a ti technológiáitok is akkor tudjuk jól alkalmazni, hogyha maga a növény erre fel van készítve, gondolok itt a zöld munkának a szakszerű és időszerű elvégzésére. De én azt látom, főleg így a negyedik év végére, hogy kiválóan alkalmazhatók ezek a dolgok, amit mi a borászati oldalon további előnyöket tudunk ezzel szerezni. Erről mondanál egy pár szót, hogy a borászatban milyen előnyöket jelent nálatok? Igen, hát ugye mivel spontán erjesztünk, ezért nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag semmi ne kerüljön be a növényel a pincébe. És azt látjuk, hogy teljesen gyors erjedés indulásaink vannak, biztonságosan végigmennek az erjedések, sosincsenek elakadások. És ami még nagyon-nagyon fontos és rendkívül izgalmas kérdés a mai szőlészet borászat szempontjából, az a musban lévő tápanyagoknak a hasznosíthatósága. És én azt látom, meg hát a kísérletek is azt igazolják, hogy ezzel az alfaplantos technológiával ezeket a tápanyagokat az élesztők sokkal-sokkal könnyebben tudják hasznosítani, valószínűleg ennek köszönhetőek ezek a biztonságos erjedések, ami alapvetően a borminőségnek a meghatározó része. Igen, igen. És ugye azt meg tudjuk mind a kette, hogy nem úgy kezdtük, hogy ide jöttünk és feltaláltuk a spanyol viaszt. Pont azért jó, hogy régóta dolgozunk együtt, mert egy olyan technológiát tudtunk most már kidolgozni, ami tényleg rátok jellemző, nektek megfelelő. És ez igaz a mikroklímára, igaz a fajtákra, és pont ezért kellenek ezek egyrészt kísérleti eredmények, másrészt több év közös munka, hogy tényleg személyre szabottan tudjunk nektek olyan tanácsokat adni, amiket tényleg relevánsan fel tudtok használni. Hát olyannyira, hogy az is látszik, hogy két dűlő nem tudunk teljesen azonos technológiát alkalmazni, ezért fontos ennek az országnak az extra kvalitása, hogy minden egyes területnek különböző karaktere van, és itt ez a növényvédelem szempontjából is fontos, hiszen ahol folyamatos légmozgás van, ott nyilván gyorsabban szárad a levél, könnyebb a növényvédelem, viszont vannak olyan részeink, ahol megáll a víz. Tehát, hogy ezt erre oda kell figyelni, nincsenek receptúrák, amik alkalmazhatók egy szőlészetre, hanem minden egyes dűlőt egészen egyedi módon kell kezelni. A partnerség nekem azért tetszik egyébként, mert én azt vettem észre az első pillanattól fogva, hogy nektek ez nem probléma.
hogy mi nekünk rengeteg ilyen plusz extra igényünk van, meg kell nézni, utol kell követni, hogy egyáltalán mi történik, és hát vegetáció meg látjuk az eredményt. Abszolút, abszolút, és tényleg ezért fontos az, hogy az értékesítés ez ne ott álljon meg, hogy kihozunk egy árut, hanem utána kövessük nyomon, jöjjünk ki, nézzük meg, csiszolgassuk az éveket, nézzük meg, hogy ebbe az évben milyen évjárathatás mutatkozott. Tehát, hogy egész egyszerűen fölépítsük azt, hogy egy adott technológiát biztonságosan lehessen használni, és ne hazárdírozzunk.